Sziasztok, srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit! A mai videóban sajnos folytatni fogjuk a Puppy Playtime nevezetű csodálatos horrorjátékot, amit én nem akartam, de ti sajnos igen. Szóval, jaj, félek, az a baj, félek. Ugye az előző videónak úgy lett vége, hogy oda bementünk, és onnan kijött az a nagy valami, és ott hagytuk abba, mert megijedtünk. Hát FPS ez mindig nincsen sajnos, de hát mindegy. Azt írtátok, hogy már nincs sok a játékból. Na várjatok, tehát oda bemegyünk, onnan kijön az a cucc, és nekünk hova kéne menni? Az esetleg ott ki fog nyílni, vagy vissza kéne oda ugrani, vagy oda fel tudom menni, vagy mi lesz? Húha, na jó. Háttal jövünk, jó? Futi! Oda, oda, oda! Nincs fény! Ez jön utánam! Erről nem volt szó! Hogy mi az? Ez itt van közel! Mennyi, 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 mennyi! Csúszda, csúszda! Hova? Hova? Ah! Itt van a seggembe, itt van a seggembe. Én nem nézek hátra, én nem nézek hátra. Menj, 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 menj! Másik oda! Ah! Itt van. Ott van! Nem megy, hova? Oda! Turn back. Nem megy. Nem megy gyorsabban. Nem megy gyorsabban, menjél már! Igen? Hova? Hú. Ez minden idők legparább üldözése volt számomra. Hát hidegrázós ez az egész, hogy fut utánad meg minden. Most mi, megöltük? Lezuhant. Véres is. Egyébként mekkora megérzés volt ez a doboz, hogy le kell rántani? Hú. Megöltük, akkor most nem kell félni semmitől? Béke van és nyugalom, mert akkor én itt nyugodtan tovább megyek. Amúgy tuti itt lesz még az a féreg. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Tü-tü-tü-tü. Ez most amúgy most mi? Oda be kell menni, hát akkor még nincs vége. Van egy olyan érzésem. Jaj. Várunk, ott van egy tévé. Hát ezeket a kazettákat, ezeket nem fogom megnézni, mert úgy nem is szoktam nagyon hallgatni. Jó, hát itt van a földön. De hát én leszarom. No run, stop, go back, turn around, go back. De visszamegyek, hogyha az van. Vannak ilyen csodálatos bábuk. Úristen, mi ez? Mi ez a folyosó? Miért van ilyen egy gyárba? Igen. Jön valami zene. A jobb fülembe hallom. Ó. Hello. Pükelni kell, mint ségóba. Ó. Na jó, nézzünk körül még mielőtt belemegyünk a jumpscare-be. Jó, hát igazából itt nincs. Meg lehet fogni a párnát. Én lehet magammal vinnék egyet amúgy. Ilyen védelemből. De hát akkor nem. Ez mi?
Igen. Ennyi? Vége van a játéknak? Nyertünk? Amúgy ez rövid rész lesz akkor nagyon. Úgyhogy ez kajak ennyi volt. Akkor nem lesz sok vágás ebbe a videóban. Most mit kell csinálni? Igen. Nem lehet kinyitni. Amúgy ő lenne Poppy? A baba? Az a híres baba, aki életre kelt? Mit kéne ezzel most csináljak? Halló, meg kell hajoljak? Le kell térdeljek? Ó, ki kell nyitni? Igen? Húha, ez kajak rövid része volt. Ez volt a chapter 1, vagy chapter 1. Oh my Jesus. Hát, hát nézzük végig nyilván a stáblistát. De hogy azt hittem, hogy több van még a játékból. De hát ezek szerint nem. Nem is tudom hány perces lesz a videó, de valószínűleg sok vágás nem lesz benne, hogy azért ne egy ilyen 4 perces dolgot lássatok. Mindenesetre amúgy elég para volt ahhoz képest, hogy egy baba üldözött téged egy tök nyugis környezetbe, de mégis annyira kiakasztó volt az egész. Annyira ilyen fura atmoszférája volt, hogy ez hihetetlen. Nagyon para volt. Hát de az a rész, amikor ott menekülni kell abba, nem is tudom, szellőző nyílásba, ott végig kellett futni, és közben hallottad, hogy jön utánad, hát az... Minden esetre én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Ha tetszett ez a kis rövid pár perces videó, akkor azt jelezzétek egy lájkkal és iratkozzatok fel a csatornára. A következő videóban pedig találkozunk. És egyébként szerintem lesznek horrorjátékok a csatornán, mivel szeretitek, ahogy én azt észrevettem. Köszönöm a figyelmet mindenkinek, további szép napot, jók legyetek, sziasztok!